31 diák első áldozat a sátor a Jóújhelyi Szent István Király katolikus templomban. A katolikus tanítás szerint ez a hét szentség egyikének az első felvétele, az ezt közvetlenül megelőző első gyónással együtt. Az első áldozást megelőzi az előző években a hitoktatás, amire a sátor a Jóújhelyi Oktatási Intézmények diákjai szorgalmasan jártak. Mikéle gervázoni káplán elmondása szerint az első áldozás egyesülést jelent. Hát első áldozás olaszul, gondoltam, hogy majd a Szent Beszédbe is elmagyarázom, úgy hívjuk, úgy mondjuk, hogy communione. Az azt jelenti egyesülés. Azt jelenti az első áldozás, hogy egyesülünk Jézus Krisztussal, illetve magunkhoz vesszük az ő testét és vérét, és egyesülünk vele. A gyerekek számára szintén egyesülést jelent, és ezért egy hosszú időszak volt, mire felkészítettük őket az első áldozásra. A sátor a Jóújhelyi káplán kiemelte, hogy a több hónapos felkészülés alatt a gyerekeknek megtanították azokat a dolgokat, amiket tudni kell ahhoz, hogy egyesüljenek Istennel. Felkészülés a gyerekekkel, hát számomra volt az első felkészítés, az én első áldozós csoportom. Nem végig minden alkalomra én vezettem, vagy én felkészítettem őket, volt, hogy pár alkalom a plébános atya is tartott nekik felkészítést, és úgy gondolom, hogy féltem, ugye, hogy nem jól fog sikerülni, vagy hogy kell, tehát hogy egy kicsit nem tudtam mindent, hogy kell, de végig mellettem volt a plébános, meg segített, úgyhogy jó volt a felkészítés, általában vasárnaponként a tízes mise után felkészítettük őket, és azt hiszem, hogy elég szépen felkészültek a fiatalok. Az első áldozás nem csak az egyház közösség ünnepe, hanem a családoké is, ahol a gyermekek nevelkednek, tette hozzá Mikéle atya.